Úgyhogy jöttek a kutyák, bejöttek, megcsinálták az első bajt, ugye nálam kis terautó. Összekalmolták az elejét, felugráltak, letördelték az ablaktörlőt róla. Én nem szóltam csak a rendőrségnek, mert én nem vagyok ellenséges ember, mindenkinek előfordult az, hogy kiszabadulnak a kutyáik, vagy bármi. 6 malacomat tettek tönkre. Még akkor sem szóltam olyan nagy valamit, szóltam a rendőröknek, nem lehet ez ellen bármit csinálni. Nem. Kiment a rendőr, felszólította, egyebek, ennyi. A múlt héten begyűjtek a kutyák hozzám kerítés alatt, pedig az én tajám ott viszonylag körbe van kerítve, kerítés alatt az összes baromfét lé, a bikát a földre tepelték, meg kint az anyapucához bementek, a füle vérzött, szóval nem bírtak a tisztahoz bemenni, csak az öntető tetejéről amitottan, de a szénát mindent ugye a bírek meg szét. Csak a múlt héten péntökön 10 darab tyúkom, csak ott mindjárt nem találtam meg, mert én azelőtt értem, az a 86 éves édesanyám, hogy is ide a kerettel, nem tudott utána menni, meg csak azt látta, hogy milyen kutyák voltak. Tartson kutyát, azt mondom, nincsen vele bajom, csak akkor azok a kutyák oda jönnek. Egy kilométerre vissza, nálam lakjanak jól. Mutatom az istállóba a vizet a vödörbe, hogy nézem, uram, ebből a víz bívott, de tiszta vér volt a víz. Na, akkor így mindjárt gyűjt a petíció, írás, író petíciót. Én nem sajnálom erre az üzemanyagot, kimegyök, összeszedem az összes aláírást. Így is volt valamelyik nap este szolgálat előtt, kimentem, összeszedtük az aláírást. A jegyzőhöz, nőhöz belőtt adva, még Hajdúnénak odaadtam egyet, hogy a fórumon adja oda Lázár Jánosnak, hogy ebből legyen valami most már. Én azt javasolnám, majd hogyha jön a miniszter úr, én azt szeretném, hogy ebbe szeretném az önkormányzatnak a segítségét kérni, hogy akkor építünk oda 3-4 kenelt, hogy szépen azok oda belősznek rakva, és ő pedig kap egy felszólítást, hogyha kiengedi a kenelből póráz nélkül, akkor röpülnek a kutyák, ő neki meg az élete végét nem tart a kutyát. Mai fogadóórán mintegy 40-en kérték a segítségemet országgyűlési képviselőként és miniszterként. Ezek között számos szociális ügy, munkavállalással, közmunkával, elhelyezkedéssel, a járási hivatal munkaügyi központjának tevékenységével volt kapcsolatban. 3000 regisztrált álláskereső volt 2010-ben, szerencsére most már csak 600 van Hódmezővásárhelyen, és látszik az, hogy a közmunkásokból nagyon sokan szeretnének piaci állást, hiszen közmunkán 60 ezer forintot keresnek, és a piaci viszonyok között akár 100-150 ezer forintot is kereshetnek. Próbáltam minél több embernek segíteni a munkaügyi központtal. Voltak a nagy egyedi ügyek is, ilyen például az állatvédelem és a kutyatartás problémáit Hódmezővásárhelyen. Ez úgy került elém, hogy a járási hivatal az én minisztériumomhoz tartozik, és a járási hivatalnak kell eljárnia egy idős hölgyel szemben a Csomorkányi úton, aki nagyon sok kutyát hazavitt, a kutyák egy része kiszabadul vagy kiengedi, és megtámadja a szomszédokat, sőt, kárt okoz az állatállományban is ez a kutyafalka. A részben döntöttünk arról, hogy a hölgynek viselnie kell a következményeket, tehát szabálysértési eljárás fog ellene indulni, másrésztről pedig a kutyákat össze kell gyűjteni, hogyha a portájánról kiengedi, de természetesen mindenkit támogatni szeretnénk abban, a város és a kormányzat is, hogyha állatvédelmi önkéntes feladatot lát el, csak bizonyos szabályokat be kell tartani. Úgy segíthet valaki az állatoknak, úgy menthet kutyákat, hogy ez mások számára sérelmet vagy érdeksérelmet ne okozzon. Arra jutottunk, Lázár János miniszter úrra sikerült, hogy elviszik a kutyákat. A mai nap folyamán. És elméletek nem is kerülnek többet vissza ezek a kutyák, mert azt mondta Lázár János, hogy itt megoldást kell ezzel ellen találni, és ebbe jogosnak látta ezt a... Tegnap kim voltak, lefényképezték, és pont akkor abban az esetben ki is jöttek a kutyák, hogy odaértek a hölgy, kijött, ki is jöttek a kutyák, nem bírták megfogni őket, szóval személyesen látták ezt a problémát, amivel mi küzdködünk. Hát hál' Istennek úgy nézik, hogy meg is lett rá a megoldás, remélhetőleg bízunk benne, hogy most már nyugodalmat élvezhetünk ilyen téren.